720 millió forintos turisztikai projektet nyert el Máté Szalka. A fényvárosa láthatóvá válik több beruházás révén. Kéttermes miniplex mozit alakítanak ki, és Tony Curtis kávéházat hoznak létre Máté Szalkán. Itt most a Mécses tartó fiú szobránál, ugye Máté Szalka autentikus történelmi főutcájának, a Kossuth utcájának a kezdetén szeretnénk egy kis körforgalmat létrehozni, és mindjárt itt a körforgalom mellett az első villamosított ház épületében szeretnénk egy technikatörténeti kiállítást megvalósítani. Azért, mert Máté Szalkán, ugye, mint tudjuk, 1888-ban a mai Magyarország területén először a közvilágítás kigyulladt. Szeretnénk megvalósítani egy lakótornyot is, ami a régi Máté Szalkai képes lakón nagyon-nagyon jól látszik. Megadta az utca képnek a hangsúlyát ez, és egy fényinstallációt szeretnénk értelemszerűen ebbe elhelyezni. Ezentúl szeretnénk egy Tony Curtis kávéházat létrehozni. Ugye közelmúltban volt alkalmam találkozni Tony Curtis özvegyével, aki támogatását fejezte ki a projekttel kapcsolatosan, és az ő által őrzött Tony Curtishez köthető személyes relikviákkal ajándékoz meg bennünket. A kedvenc motoros jackyjétől kezdve általa festett, saját kezűleg Tony Curtis által festett festményeken keresztül sok személyes tárgyat szeretnénk majd ebbe az özvegy jóboltából elhelyezni. És a kávéház mellett, ugye ez akárhogy is nézzük, de inkább az idősebb generáció számára lehet egy olyan hely, ahol jól érezhetik magukat. Szeretnénk a fiatalokkal is tekintettel lenni, és ezért ugye Tony Curtis mellett a másik hollywoodi személyiség, aki köthető Máté Szalkához, ez Cukor Adolf, a Paramount Pictures alapítója. Szeretnénk egy filmtörténeti kiállítást megvalósítani, méghozzá abban a régi mozi épületben, ami Máté Szalkaiak és környékbeli generációinak adott kikapcsolódási lehetőséget évtizedeken keresztül. Ezt a mozit szeretnénk felújítani, és a filmtörténeti kiállítás mellett szeretnénk egy kéttermes miniplex 21. századi technológiával felszerelt mozit is ebben megvalósítani. Megújul a Kossuth utca a Szatmár Múzeum épületétől a mozi épületéig, és utcaburkolattal, fényinstallációkkal. Méltó turisztikai attrakció valósulhat meg, mondta el a polgármester. A következő időszakban a támogatási szerződést aláírják, a projekt részleteit pedig kidolgozzák. Számomra nagyon támogatható módon most mi egy koncepciót nyertünk el, egy költségbecslés alapján, és a részleteinek a kidolgozásra a projekt kapcsán most történik. Ez azért jó, mert egyrészt nekünk nem kellett ugye 10 milliókat beletenni tervezésbe saját forrásból, ez mind-mind a 720 millió forintos projekt tartalmazza. Most kezdődik a tervező kiválasztása, most kezdődik a közbeszerző kiválasztása, és hát értelemszerűen egy 3,5-4 hónap önmagába a nemzetközi közbeszerzés lebonyolítása, tehát a Máté Szalkaiak első körben fizikailag ezt a jövő év elejétől fogják látni, hogy elindul a munka, és a jövő év végére mi szeretnénk ezt a projektet befejezni.